Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvasd. Igaz volna, Amavád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese. Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád, nem hagyott meg belőle más csak egy fél pár harisnyát hogy én őt ruhástól? mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyányom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, s mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamóca lé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam önnél szabály, hogy csak friss hús árut zabál, kacsa, füvet rágok, lomhán, legelészve zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig de erről már nem írhatsz, te birka.